A Béla úti temetőben családja, barátai, egykori munkatársai kísérték utolsó útjára a hosszantartó súlyos betegségben elhunyt Horváth Klárát, a Székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ megálmodóját, aki évtizedeken keresztül vezetőként szolgálta az intézményt. Horváth Klára 1979-ben alapította meg a Mozgássérültek Fejér megyei Egyesületét, amelyet 40 éven keresztül elnökként vezetett. Egy évtizeden át az Országos Szövetségnek is elnökségi tagja volt, mint oktatási és kulturális referens. Ő volt az, aki nem csupán megálmodta, hanem Perjes Kornél főorvos közreműködésével az ezredforduló éveiben létrehozta a Székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központot, és kidolgozta az intézmény a mozgássérültek komplex rehabilitációjával foglalkozó, az önálló életre felkészítő szakmai programját. Székesfehérvár városa és közössége nevében is szomorú szívvel búcsúzunk Horváth Klárától. Emlékét megőrizzük.